Szép jó estét és kellemes szórakozást kívánok minden kedves vendégünknek a mai centrifuga alkalmából, és nagyon örülök, hogy nem mindenki kettesben párjával ünnepli ezt a viszonylag újszerű ünnepet, hanem nem velünk. Szívügyünknek tartjuk mindazoknak a bemutatását, akik nőként világmodelleket építettek mondjuk, vagy bármilyen írói tevékenységet mutattak fel. Állítottad, hogy te ismersz olyan embereket, akik ismernek olyan embereket, akik tudnak arról, hogy létezik női irodalom és léteznek női írók. Az megint nem behatárolható biológiai kérdés, mint ahogy a nőnek lenni sem egyszerű. Számos önálló értelmiségi vagy öntudatos nő ebben a regényekben magára ismer, a saját életére. Leszbikus szála ennek a kötetnek, és azt gondolom, nehezen vett a részt. Én ezt nagyon nehezen vettem észre, meg kell, hogy valljam. Ez nagyon fontos, hogy a gyerekkorom színhelyére vissza tudjak menni. Bocsáss meg, hol siklott ki az életet? A nőklapjában is lehet feminista nőket látni, és ezt örömmel üdvözöljük természetesen. Hogy ne? Ye roop ke pujari, ye dil lene wale, pehle pehle hote hain bade bhole bhale, kalije ko tham pukarenge naam. A címlében maradt annyit jelent, hogy vénlánynak lenni, ugye annyinak vénlánynak lenni, annyit jelent, hogy társadalmilag igazán nem vagy releváns, legfeljebb nagynénének állhatsz be, kivéve a nagy író vagy. Az Isten történetét szeretném megírni regényben, mert ugyanis nincs meg neki. És te magaddal elégedettél? Próbáltam kigerülnek, de nem sikerül. Természetesen nem vagyok elégedett. Nem gyermekként soha nem elégedett, különösen, hogyha anya és író is egyszerre. Cigány szerető az egy olyan minőség nővel, mint borban mondjuk a tokaj. És ma is az a véleményem, hogy a szülők által összehozott házasságok se nem jobbak, se nem rosszabbak, mint a szerelmi házasságok, de ma mégiscsak szerelmi házasságot kötünk, mert individualisták vagyunk, és nem tudjuk jóra tartani azt a házasságot, nem a szerelem az alapja, nem mintha azt tovább tartan, 5 perc van meggyűlöletjük egymást. Jaj, anyám, meghalok, házasodni akarok. Ne félj, lányom, nem halsz meg, inkább házasodjál meg. Így aztán szerintem lazuljunk fel, és a picikét dohányozva, és valamit még fogyasztva beszélgessünk tovább. Megpróbálom föltárni a vezetőség irodáját, hogy van-e kapható könyv.